Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesen minden kétélű fegyvernél. Nyisd meg a szíved és az elméd, és ragad meg a profétai szót. A mai üzenetnek a címe: A helyreállítás és a maga a közben a szellemi harc, ami történik. Ma a, 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 a pásztorképzőségnek fel van adva, hogy a képmutatók, akik képmutatók, a Doug ez a könyve, a pásztorképzősöknek, és euh, nagyon sok mindent most euh, még hajnalból olvastam én is belőle, és euh, nagyon sok minden szólt, euh, és euh, Uh, ami történik most, amikor Kriszpásztorra beszéltünk, az egész világban ezek a dolgok történnek, és nagyon megerősödött a belső emberem, és a belsőm azokban, amit Istenek az igéje mond. Ezik, könyve első részén én nyissátok ki. Esdrás könyv első rész. rész. Eszrás egy. Kósa, köszönöm neked, Szent Szellem, hogy te vagy a helyreállításnak az Istene, Köszönöm neked, Uram, hogy ami profécia, ki van mondva, proféciához, azok meg fognak történni, és azok helyre fognak állni, Uram. Köszönöm az utolsó idők jeleit, és köszönöm neked, hogy az utolsó időkben magasan fog állni az Úr a hegye, és népek fognak jönni az Úrházába és az Úr Köszönöm a világossághoz, a felragyogott világossághoz, a nekünk felragyogott, amiket adtál a te népednek. És köszönöm, hogy helyre áll az Isten szerint való rend, és az Úr nem csak meglátogatja ezt a népet, hanem nem köztük lakozik. Köztetek van. Amen. Ezsrás könyve első rész, első versénél Círus, Perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círus, Perzsa királynak a szívét, az ő lelkét, és kihirdette az egész birodalomba élőszóval és írásban is mondván. Tehát mi történt? Egy azért, mert Jeremiás proféta profétát, és egy proféciának be kellett, hogy teljesedjen az úr szája által, volt egy király, ez akkor történt, amikor Istenek a népét elvitték babiloni fogságba. Babiloni fogság volt 70 évig Izrálnak a népe, ugyanis belementek a báványimádásba és a bűnbe, és ezért Isten megengedte, hogy Nabukonodozor idejében a jeruzsálemi templom le legyen rombolva, és Izrálnak a népét elvitték három ütembe a babiloni fogságba, és a, az, a, a templomnak a, az eszközeit is. Az aranyaszközeit, mindet elvitték, és a templomnak a, a, a falait pedig lerombolták. Ugyanis azt kell tudni, hogy a Salamon úgy építette meg a templomot, hogy a templom kövei közé aranyat öntöttek. Tehát a, a Malter az arany volt. Aranyjal volt kiöntve a kő. Azt mondja Istenek az igéje, hogy ti magatok, mint élő kövek épüljetek föl szellemi házzá, szellemi templommá, ahol szellemi áldozat fog majd folyni. Tehát az egyház, az Istennek az egyháza élő kövekből épül föl, és ennek az egyik élő köve te vagy. Mondjad, én vagyok. Élő kő. Ez mit jelent? Az élő kövek mozognak. Tudjátok, van egy ház, amiben mozgó kövek vannak. Ez egy érdekes dolog. Mozog a kő és mozog a ház. De a háznak a kövei, ami összetartja, az nem malter, hanem a szeretet. A Krisztus testébe az összetartó igazi arany, az a szeretet, és ezt azért bontották szét a Jeruzsálemi templomot darabjaira, köveire, mert kiolvasztották az aranyat a templom kövei közül. Meggyújtottak mellette tüzet, és kifolyt az arany, és megolvadt, és ilyen módon kifeszítették az összes követ, és szétrombolták a Jeruzsálemi templomot, a Saloméni templomot. Szeretnék most elmondani nektek egy fontos dolgot, sokan azt mondják, hogy elmenjünk most Jeruzsálembe a Sirató falhoz, és oda bedugunk egy, egy, egy nem bűnbocsátó cédulát, hanem egy ima cédulát, és majd ott az úr meghallgatja, mert az úrnak a szemei állandóan ott vannak. Szeretném elmondani, az a fal, az nem az a fal, amit az emberek gondolnak. Sőt, semmi köze nincs hozzá. Az nem a Jeruzsálemi, a Salamoni templomnak a fal, amiről azt mondta az úr, hogy az én szemeim ott lesznek. A Jeruzsálemi templomot háromszor építettek át. És a legutolsó Heródes volt. <laughs> és a nagy Heródesi templomot építették föl. Igazán alatta vannak még a régi falak közül, ami szintén át lett építve sok tíz méterrel, ha valaki elmegy Jeruzsálem, és azt mondja, hogy én van viodolózó rózán végigmegyek, ahol Jézus járt. Kedveseim nem ott járt Jézus, hanem 15 méterrel alatta. Jeruzsálemet háromszor szinte a földét tették egyenlővé. Egyedül a Siloám tava, ami valós hely, ami 15-20 méterrel van a földfelszín alatt. Tehát mindenről azt mondják, hogy ez történt, meg az történt. Egyedül a galileai tó, ami autentikus, mert tényleg ott volt, az nem változott meg, az nem építették újra. És a másik dolog pedig a, 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 a Gesemáné kert, ahol gyakorlatilag ott vannak azokat több száz vagy ezer éves fák, az olajfák hegye az tényleg ott volt. De a többi, az mind át lett építve, és a többi, a sajnos csak egy üzlet. És azt mondja a Biblia, hogy én amikor először Jeruzsálemben voltam kint, minden, azt vártam, hogy ráteszem a Földre a lábom, és a Szent Szerem fog engem tölteni. A legnyomottabb, legdémonikusabb napjaimat ott töltöttem el egyik az életembe. Annyira nehéz volt hallani, ahogy az imámok mondják a maguk mormolását, és nem az élő Istenek a dicsérete folyik Jeruzsálembe. És ezt kell profetikus módon visszavenni. Azért mennek Istenek az emberei, hogy profétáljanak, hogy a báványimádás és a hazugság megtörjön az embereknek az élete fölött, Jeruzsálemben is. Amen? Mert valóban az Úr kiválasztotta, és az ördög pedig el akarja azt venni, amit Isten kiválasztott. Ez egy fontos dolog a téletetekben is. Akit Isten kiválaszt, embereket is, azt az ördög is ki akarja választani, hogy átfordítsa az ő oldalára. Jó, most beszélek Jeruzsálemről, és a, 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 proféciákról. Tehát mi nagyon fontos dolog. Isten azt mondta, hogy fel fogja, helyre fogja állítani az igaz Isten tiszteletet, ugyanis nem volt Isten tisztelet, az Ószövetségben kellett, hogy áldozat legyen, hogy legyen bűnbocsánat. Mert ha nincsen bűnbocsánat, akkor az embereknek a lelke, az ő szívük, a lelkismeretük nem tisztul meg. És mi történt? Profétát, Jeremiás és beteljesedett Círus, e, Círus, idejében, és Círus parancsot adott ki, és azt olvashatjuk, és szó Círus a perzsa király, az úr a az Istene, a föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg második vers, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, mert Júdában van. Valaki azért ti közületek az ő népe közül való, legyen vele az ő istene, és menjen fel Jeruzsálemben, mert Júdában van, és építse az Úr Izrael Istenének házát ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. Ezt mondta Círus egy pogány származású király, mert Isten felindította a szívét. Miért? Mert Jeremiás proféta profétát. Kedveseim, ennyire fontos egy profécia? Ennyire fontos, hogy egy profécia, amit kimond Istennek a profétái, kimondanak, azok beteljesednek és elkezdenek megcselekedni Isten, szava elkezd cselekedni több évtizeddel, meg évszázaddal azután is, miután ki lett mondva a profécia? Lehetséges, hogy Levír bemegy egy kórházba és profétál egy embernek, és azt mondja a szellemének, az, az embernek, hogy nem halsz meg, hanem élsz, és hirdeted az Úr hatalmas cselekedeteit, és az ember a pokol kapujából jön vissza? Lehetséges ilyen? Hogy valaki föltámad, mikor látja már a szelleme, hogy hova megy. Látta a poklot, hogy hova fog menni. Mert ő a pokolba ment volna ez az ember, aki Levír profétált. Ennyire fontos, hogyha valaki kimegy Üzbegisztánba és profétál, hogy Üzbegisztánban meg fog változni a, a törvény a keresztények javára, és 23 év után megváltozott a törvény, és újból lehet gyülekezetet, keresztény gyülekezetet plántán Üzbegisztánba, egy muszlim országba. Egy proféciára. Lehetséges ilyen? Lehetséges, hogy Magyarország, vagy Európa, vagy Amerika átalakul profétai szóra, mert kibocsátja az Úr az ő szavát, és angyalok dolgoznak. Tudjátok, amikor egy profétai szó kimegy, akkor az angyalok elkezdenek dolgozni azon. Elkezd Isten szava aktivizálódni, és elkezd Isten megcsinálni, amit ő kimondott. Annak idején azt mondja, hogy az utolsó időkben pedig szót az ő profétáin keresztül. Értitek? Kell, hogy szóljon, kell, hogy Isten szava kimenjen mondva. És most kiket használ? embereket használ. Mire? Az ő embereit használja, apostolait, profétáit, szolgálati ajándékait, hogy ki mondja az ő szavát erővel és hatalommal, és az a szó kimegy, és elkezd életre kelni, és elkezdi megcselekedni, amire ki lett bocsájtva. És átváltoznak a királyoknak a szíve. Nézzétek meg egy pogány királyt arra indított fel, hogy megépítse a Jeruzsálemi templomot. És azt mondja, hogy csak ő az Isten az egész földkerekségen. És azt mondja, és, és mindenkit, aki, aki, még megmaradt, negyedik vers, minden helyről, ahol lakik, segítség, segítség hogy a helynek férfi ezüstel aranya, jószága, a barommal, azzal együtt, amit önkényesen adnak az Isten házának, mert Jeruzsálemben van. Fölkeltek azért, ötödik vers, Júda és Benyámin családfői, a papok, és a levíták, és minnyájan, kiknek felindította az Isten a lelküket, hogy felmondjanak az úrházanak az építésére, mely Jeruzsálemben van. Amikor van egy profécia, van, akit Isten használ, általában a kulcsembereket, vezetőket, hogy ezt a proféciát beteljesítsék. És hogy az Isten munkáját elindítsák. És itt azt olvashatjuk, hogy fölkeltek az emberek, és azt is mondta, hogy szabadságot adok, és anyagilag is támogatom ezt a munkát. És az utolsó időkben Isten támaszt kormányfőket, támaszt minisztereket, miniszterelnököket. Fog támasztani politikusokat, színészeket, ö, ö, szegény és gazdag embereket, de kulcsembereket, akiken keresztül az evangélium fog tudni terjedni. Akiken keresztül szabadságot kapnak arra, hogy helyreálljon az igaz Isten A proféták profétának meg fogjátok látni, az utolsó idők aratásába nagyon-nagyon sok minden fog történni. És ebbe az aratásba helyezett bele Isten. Csak van egy nagyon érdekes dolog. Először tudjátok sokszor kivel kezdi az Úr? A népnek a nemtelenjeivel. Nem a nemesekkel, a kivetetekkel. Kik jöttek Dávidhoz, akiket üldözött, akit a társadalom kivetett. Van, akik azt mondják, a keresztények csak a szerencsétlen nyomorútaknak, meg csak a nem tudom, kiknek az Isten. Szó sincs erről. Orvosnők, doktorok, politikusok, mindenféle emberek, pszichológusok, pszichiáterek, vállalkozók, milliárdosok jönnek Isten királyságába. Csak azt mondja, hogy az ég, hogy könnyebb bemenni a tevének a tűfokán, az egy kapu volt, Jeruzsálembe, ez nem egy a tűnek a foka volt, amin egy teve soha nem tud átmenni, mint egy gazdag embernek bemenni Istenek a királyságába. Ez azt jelentette, hogy az egy tűfok, egy olyan kis kapu volt, ahol este, mikor már bezárták a nagy kapukat, a tevét csak úgy tudtak bemenni, hogy a terhet le kellett róla venni, és át kellett tolni a kapun a szószoros értelmébe, mert a teve nem tudott bemenni a pupu-pupu teve, tudjátok, ha meg volt rakodva, mert az csak éppen annyi volt, hogy átféren egy teve, hogy ne, és teher nélkül meheted be. És ugyanígy van, aki gazdag és akarja -e vinni magával, hogy ő a gazdagságával akar majd csinálni, Isten királyságába kaput, ez nem fog menni. A terheiteket kint kell hagyni a kapunk kívül. Visszatérve, mi történt? Azt olvashatjuk, hogy és a körülvalók segítség őket ezüsttel Edüsedényekkel, edényekkel, aranya, jószága, barommal, gazdagságokkal, mindazonkon kívül, mit önkényesen adának. Círus pedig előhozá az úrházának az edényeit, melyeket Nabukonodozor hozott vala Jeruzsálemből, és az ő isteneinek házába helyezett. Nabukonodozor mit csinált? Az úrházának a kincseit. Bevitt az ő házába. A szent edényeket. És mit csinált? Círus pedig visszaadta ezeket azért, hogy a helyére kerüljönek. És elindultak az, a, elindultak a, 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 vezetők Babilóniából, és azt olvashatjuk, hogy második vers, második rész első vers. Ezek pedig a tartománynak a fiai, akik feljöttek vala a rabságnak fogjai közül, akiket Nabukodondozor, babilonai király fogva vitetett Nababilóniába, most visszajövőjének Jeruzsálemben és Júdeába, ki ki az ő városában, kik jövének Zorobábellel, Jesuával, nehémiással, serájával, stb. 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 Tehát azt olvashatjuk, hogy az első turnus, akik visszamentek, ők voltak Zorobábel és Jesuá. Jeshua volt a főpap, a pap, aki a templom építését elindították az Istentiszteletnek, az igaz Istentiszteletnek a helyreállítását. Kedveseim, az utolsó időkben szintén nagyon sok minden dolog történik az egyházban. Az egyház, van egy ilyen szó, hogy szekularizáció. Mit jelent a szekularizáció? Mit jelent? Az elvilágiasodása. Amikor, ez akkor kezdődött el, a nagy elvilágjasodás, amikor a római korban, amikor Róma volt a világbirodalomnak, a, akkor volt a Róma világbirodalom, először üldözték a keresztényeket. Ameddig üldözték a keresztényeket, addig a kereszténység terjedt. Nero beküldte őket, a vadállatok elé, és azzal szaggatta szét. Van ilyen kóvádis dominál meg, stb. Tudjátok, ilyen filmek, amik erről szólnak, Péternek a, 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 a szolgálatáról e, 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 Rómába, stb. 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 Sok minden történt, de Nero a szószoros értelmében, és még rosszabb volt Dominiciánus oda vetette a, a vadállatok elé a keresztényeket. És tudjátok mit? A kereszténység nem, nem ne csökkent, hanem még jobban terjedt, mikor üldözték őket. Volt egy pont, amikor az egyik császár megváltoztatta, és azt mondta, hogy a kereszténységet vezessük be Ki volt ez a római császár? Nagy Konstantin volt. Aki a kereszténységet államvallását tette, azaz mit csinált? Összevegyítette a báványimádást, a római isteni mádatot és a kereszténységet egybe, hogy csináljunk belőle egy vallást. Így keletkezett többek, így, és így alapították meg a római katolikus egyházat. Először a római császár volt a pápa a Pontifex Maximus. A római pápa, az római egyháznak a feje, a római pápa, az ugyanaz a hivatal töltötte be a római császár. Tehát gondoljátok bele, egy báványimádó pogány császár volt az első római keresztjén egyháznak a feje. Tehát tudjátok ezt fogni? Az első templomból, ami ami most a Szent, meg, most a Szent Péter Bazilika, meg a Szent, a, a Vatikánnak a, a, központja, tudjátok, mit, mi volt ott? Régen? Meg templom volt ott? A Napisten templom. És a Napisten templomból csináltak Szent Péter Bazilikát. De hogyan csináljanak egy pogány templomból, hogyan csináljanak egy, egy Isten, egy, egy keresztény templomot? Pár dolgot átalakítottak rajta. De mit csináltak? Hát egyértelmű, hogyha ha megvan a napi mádat, a, nap, a napisten kultusz, akkor abból kell csinálni a kereszténységnek, nekik megfelelőt innen van az oltári szentségnek a fölemelése. Azaz, amikor e, e, a, az oltári szentség a nap korong, és azt emelik fel, és azt imádják. Mit csináljanak a, 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 a római szerelemisten nőjéből? Hogyan hozzák be a kereszténységbe? Hogyan lesz szinkretizmus? Csinálnak belőle Mária kultuszt. Mária a mindeneknek az anyja. És imádkozzanak Máriahoz. Behozták a Mária kultuszt a kereszténységbe, aminek semmi köze nincs a Bibliához. Mária egy szentasszony volt, meghalt, és azt mondja a Biblia a prédikátorok könyvébe, hogy aki egyszer meghal, annak semmi köze nincs az alatt, amiatt a nap alatt történik. Mind az, mind a, a, az emlékezete, minden elfelejtetett. Semmit nem tudnak a halottak arról, ami ezt a nap alatt történik. Még a szentek se. Ha meg egyszer meghal, és az Úrhoz megy, akkor utána nem tud azzal foglalkozni, itt, amit a Földön van. Tehát az egy hamis dolog, amikor azt mondják, hogy a mennyből szurkolnak nekünk, ami mi őseink, hogy nekünk itt menjen lent a Földön minden, és imádkoznak értünk itt a Földön, hogy a mostani keresztények befussák a pályájukat. Ez hamis tanítás. A Szent Szellem itt van, Jézus imádkozik, ő a közben járunk, Szent Szelem itt van a Földön, és Istenek a népét irányítja a Szent Szelem által, de nem a mennyei szentek által. Mi fogunk ő hozzájuk menni, de ők nem tudnak itt a Földön semmit se csinálni, tehát a szentekhez való imádság az egy hamis dolog. Ú, pásztor, ilyeneket mondasz, hát nem erre számította. Ezeket nagyon fontos helyre tenni, mert ugyanígy van, amikor a halottaknak a lelkér imádkoznak hogy a purgatóriumból valaki bekerüljön. Semmi köze nincs Istennek az igéhez. Mert azt mondja az ige, hogy amelyik fa eldől, az ott fog maradni. Az nem fog utána elmozdulni. Azaz, még akkor lehet, lehet hogy valaki föltámad, mint amikor Levír imádkozott a, a halál, a pokol ajtajába levő ember, hogy onnan feltámad és visszajött a szelleme, de utána már, utána már onnan a pokolból nem lehet senkit se visszaimádkozni. Addig kell az emberek. Van meg, még egy fontos dolog, van, aki megkérdezi, a pásztor, tudod te, hogy valaki elkárhozott, vagy a mennybe van? Igazán, pontosan senki nem tudja. Azt is elmondom, miért? Lehet, hogy valaki nagyon bűnös életet élt. Nagyon-nagyon bűnös életet. De az utolsó pillanatban, miközben például felakassa magát, a biológiai és klinikai halál között van pár perc. És az agy agya működik. És azt mondja a Biblia, ha valaki az Úrnak a nevét segítségül hívja, az megmenekül. Lehet, hogy valaki a legutolsó pillanatban, vagy egy balesete volt, a legutolsó pillanatban valaki imádkozik. Van, amikor magyarra... Ó, nem akartam ebbe, nem tudom, miért kell ebbe belemennem. Van, amikor magyarázó angyalt küld az úr hozzá. Keresétek e magyarázó angyalat jobb, könyvéből. A magyarázó angyal azt mondja, amikor a lelke közelget a sírhoz, a koporsóhoz, és az úr küld, keres valakit egy magyarázó angyalt, és küldi az emberhez, hogy elmondja neki az öröm hírt az utolsó pillanatban. Jobb 33-23. Jó 33-21. Húsa szemlátomást aszik le róla, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek. És lelke közelget a sírhoz. Az ő élete, hova? Miről beszéltem az elején? A halál angyalaihoz. A halálnak vannak angyalai? Tehát ez az ember ment a pokol felé vezető úton. A halálangyala jött érte, ha valaki meghal, akkor vagy a halálangyala jön érte, és átadja a pokolangyalának, és leviszi a pokolba, és várja, várja az örök ítéletet, a szelleme és lelke örökre elválaszva Istentől, vagy pedig az úrangyalai jönnek érte, és viszik az úrnak a jelenlétébe. És lelke közelget a sírhoz, és élete halálangyalaihoz. Következő vers. És ha van mellette magyarázó angyal, az úr angyalai közül, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét. Tehát van a halál angyala, várja, hogy rácsapjon és vigye le a pokolba az embernek a szellemét és lelkét. De ekkor, ha van ott egy angyal, egy magyarázó angyal, és ez még ószövet, ez még az ószövetségi előtti idő, a jobb könyve. Ekkor még nem volt Mózes, jobb, Ábrámmal egy időbe élt. Akkor még nem volt Mózesi törvény, nem volt Izraelnek kőtáblája. Akkor élt, mikor Ábrahám. Jobb. És ha van mellette egy magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa a kötelességét. Következő vers. És az Isten könyörül rajta. És azt mondja, szabadíts meg őt, hogy ne szálljon alá sírba. Váltságdíjat találtam. Mondjátok, váltságdíjat találtam. Az Úr váltságdíjat talált. Gondoljátok bele, ezt csinálta az Úr, Jobb idejébe Volt az, az ember, aki már haldoklott. És mégis valaki imádkozott. Valaki közben járt, és az úr küldött egy angyalt. Egy haldokló mellé. Ott vártak már a halálangyalai rá. Világják azt mondják, ott vártak kaszás De egy fontos, a halálangyalai valóban várják. Aki nincs akinek nincs üdvössége, és küldte, és küldi az Úr a magyarázó angyalt. És könyörül rajta, és azt mondja, szabarítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. És mi történik ezután? Következő vers. Akkor a teste fiatal erőtől duzzat. Gondoljatok bele, hogy ezt csinálja az Úr. Így fordítja meg a lehetetlen helyzeteket lehetségesre. A halálos betegeket, akik a halál angyala már jön. Van, bemegyek a kórházba, vagy bemegyek egy házba, és tudjátok, mit érzek? Démonok jelenlétét. Lehet fogni a démonokat. Süt. A hitetlenség. Süt. És érződik, hogy ott a halás szelleme, hogy elvigye, mint egy keselyű. Csapna rá az áldozatára. És akkor jön az Úr. És azért küldi be az ő embereit, és ezekre a helyekre. Vigyék be a világosságot. Emlékszem, mikor a feleségem az első gyermekünkkel, el, aki itt ül most, kismama volt, és megfogant, és, és vérzett. És bent voltunk a vazsári kórházba, és ott fakült bent a feleségem, és, és ott mondták el, hogy egyiknek, hogy, hogy, vették, hogy milyen műtéteken mentek keresztül, hogy kaparták el ezt a gyermeket. Volt, akinek iker gyermekei voltak, és azt gondolták, hogy egy daganat is kivették. És elmondták a szörgyű történeteket. És mond, hívott a feleség, mondja, Tamás, kérlek, ments ki engem, innen engem, mert elvetélek. Nem volt kocsink, akkor a Dékány volt egy régi százas kodája. Nem tudom, tudjátok, milyen a százas skoda. Farmatoros volt eh, a skoda, de annak a legrégebbi verzió, ez a gömbölyű alakú, az még a legszebb volt, de hát, na mindegy. Az a lényeg, hogy ezzel a régi skodájával bejött. És bejött egy kecske szakálas, eh, kopaszodó férfink, és bejött a kórterembe, és akkor a szabad keresztények így köszöntöttek egymást, hogy békesség. Bejött a kórterembe, és köszöntött. És azt mondta, hogy békesség. És tudjátok, mi történt? Az a békesség, ami benne volt, az kiáradt a kórterembe. És jött egy szabadító angyalt küldött az úr. egy, egy piros színű százaskodával. És az én feleségemet megmentette a vetéléstől. Az Úr mentette meg. Isten embereink keresztül. És az én felelősségemre, az orvos javallata ellenére hoztam ki a feleségemet. És így menekült meg a lányunk. Mert az egyik dolog csak, hogy orvosilag mit tesznek, de ott a halál szelleme, értitek? Ami alig várja, hogy elvetéi, alig várja, hogy tönkre menjél, ami körbe menne. Nem a helyről van szó, nem az orvosi ö, ö, műszerekről szól a történet, hanem a démonokról. Olyan helyre menj, ahol te, ami tele van hittel, tele van élettel, ami jó szó neked, és nem a félelmet táplálja beléd. Nem az, hogy mi lesz, nem a sátánnak a proficiáit fogja elmondani, hogy mi történik veled, ha ezt meg ezt nem csinálod, akkor te tönkre fogsz menni. Mert én ismerlek téged, mert én tudom, hogy mi van, mert én tudom, mert én tudom, és sátán hazudik. Nem az lesz meg, ami sátán tervezett felőled. Nem az lesz meg, nem fogsz lebénulni, nem fogsz tönkre menni, nem fogsz elválni, nem fogsz meghalni, nem fogsz megpistulni. Hanem megerősítettek a kezüket a jóra. Amikor az úr profétai profétának, tudjátok mi történt? Megerősítették a kezüket a jóra, ámen. Megerősítették, miért? Mert reménységet hoz, mert életet hordoz, mert Isten szavat ele van erővel, ámen. És azt mondta, hogy igen, gyerünk, építsük meg, hitet támaszt a szívedbe, és a hit pedig energizál, és lehozza a természet fölött A természetesbe. De amikor elkezdenek valakik okoskodni, megmagyarázza, hogy így van, megmagyarázza, úgy van, a természetes tudásukkal is sokszor emögött démonok állnak. Akkor tudjátok, mi történik? Épül le a hitet. Ami volt, az is tűnik el. Már, 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 azt látod, hogy a feleséged egy boszorkány. Azt látod, hogy az életed már egy, egy semmire kellő senki. A mész a, a, semmibe. De ahogy ez lesz veled. Az úrnak jó terve van veled. Miért értél meg, mit gondolsz? Hogy tönkre menjél? Dehogy is. Azért, hogy úr megdicsőítse a nevét benned. Hál is buktál kej föl? Isten a, jó, a javarat akarja. Amen. Nemzetekhez megyünk. Bevesszük a földeteket, a városokat. Ezért fontos ragaszkodni az apostoli folyóhoz. Ezért fontos ragaszkodni az úrhoz. Fontos ragaszkodni ahhoz, ahonnan kapod a, kapod a folyamatos ellátást. Megvan még valahol Ruben, meg Jordán a Dávid sátorának a felépítése. Megvan? Az a, az a, az a bizonyos trapéz alakú sátor. Meg van? Valahol keresétek már meg, jó? Azt régen többször kivetítettem. És mi történik? Találtam magyarázó angyalt. Mi történik? Talált az úr ember, talált az úr asszony, talált, és te leszel ez az angyal, sokszor akiket elküld az úr, áme, és elküldi a Szent Szellem itt van a Földön, és a Szent Szellem szól az emberekhez. Sőt, van muszlimok országok, ahova bejönnek az angyalok, és az angyalok elkezdenek dolgozni, és természetfeletti módon Jézus, van, ahol Jézus jelenik meg az embereknek. És uh, uh, visszatérek Esdráshoz. Tehát Esdrás könyvébe azt olvashatjuk, hogy Zorobávalék elmentek, és elmentek, hogy megépítsék a Jeruzsálemi templomot, mert az úr profétát. És Esdrás háromba azt olvashatjuk, mikor pedig eljött a hetedik hónap, és Izrael fiai az ő városukban lakoznak, felgyűlt a nép egyenlőképpen Jeruzsálemben, tehát össze kellett gyűlni a népnek valahol. Kedveseim, ezért van ideje és helye az összegyülekezésnek, ezért van ideje a konferenciáknak, ezért van ideje a nagy alkalmaknak is, a demonstrációnak is, a szellemi demonstrációnak, mert a sátánnak van egy terve, tudjátok, hogy Isten népét, mindenki magába élje meg majd a keresztény életét, és senki ne tudjon róla. És tudjátok, mi történik? Sátán hazudik. Azért adott az Úr apostolokat, vezetőket, azért adott az Úr profitákat, miért az egyháznak az építésére. Nem a rombolására, az építésére. Hogy te ne maradjál senki egyedül. Nem marad senki egyedül Amerikába se. Nem marad senki egyedül Európába se. Amen. Mert összetudsz kapcsolódni Isten népével, szellemben és igazságban. És azt olvashatjuk, hogy a hetedik hónapban összegyűltek az Izrael félző városaikban lakozának, felgyűlt a nép egyenlőképpen Jeruzsálembe. És fölkelt Jeshua, Jesodák fia, és az ő atyafiai a papok, és Zorobábel a Seatél fia, és az ő atyafiai, és megépíték Izrael istenének az oltárát. Az Isten tisztelet, a te kapcsolatod az Úrral, annak az alapja az oltár és az áldozat. Alapja Jézus Krisztusnak az áldozat, amit a kereszten megtett, és amikor te bemész a te belső szobádba, és keresed az urat, vagy bemész, a, és elkezded imádni az urat magad otthon, és amikor imádkozol, és imádod az urat, az a te oltárod. Az a te imádó oltárod. Erre a legmérgesebb sátán. Amikor ez megvan valakinek, megvan ez a személyes kapcsolat az urra, és ezt nem tudja megzavarni, ekkor őrjönk. Áh! És mindent elkövet azért, hogy erre ne legyen idő. Néha az a traktikája, hogy nagyon meg vagy áldva. Azaz, nagyon el vagy látva anyagilag, jó az üzleted, sok gyülekezetet plántálsz, és nem lesz időd arra, hogy Istennel foglalkozol. Mert már az emberekkel foglalkozol. Túl elfoglalt vagy a szolgálatoddal. De már arra, hogy a pásztoroddal beszélj, vagy hogy hallgass egy tanítást, arra már nincs időm, pásztor, mert én dolgozok. Tudjátok, meleg fontosabb az úrnak? Egyszer Roni arról tanított, hogy minden ilyen gyülekezeti programot félre rakott. Most csak Isten felé szolgáljuk. Nem az emberek felé, hanem Isten felé. Tudjátok, miért van nálunk másfél órás dicséret? Hogy ő felé szolgáljunk. Mert ha Isten felé nem szolgálunk, csak az emberek felé, akkor ember központú lenne a gyülekezet. És én ezt nem engedhetem meg. Tudjátok miért? Mert az Úr jelenlétét lehet elveszíteni. És az Úr jelenlétét elveszített, ha nincs generátorház, akkor megszűnik az erő. Már csak a lendület visz. A fő kérdés, van-e, működik-e a generátorházat? Működik-e, mert tudjátok, hogy lekapcsolják a hálózatot, és nincs generátor akkor minden lámpa kialszik. Tudjátok, ha nincs gázolaj, meg benzén az autóba, akkor akármilyen jó autód van, hirtelen leáll az autót. És ez a kulcs. Szervezhetünk nagy gyógyító alkalmat, ha nincs ott a Szent szellem, aki ő megcsinálja. Ha nincs ott Isten ereje. Lehet akármilyen plakátot csinálni akármilyen gyógyulásokról. De ott van az Úr. És együtt dolgozik velünk. Ez a legnagyobb kiváltság. Ő nem a cserben. Ezért kell, hogy tisztán tartsuk ezt a folyót. Ezért kell, hogy tisztán tartsa a szívedet és a gyülekezetet is. És tegyük az első dolgokat az első helyre. És az első, amit felépítettek, az az oltár volt. Mit olvashatunk itt? Hogy megépítették az Izrael istenének az oltárát, hogy áldozzanak rajta égő áldozatokat, mint van írva Mózesnek, az Isten emberének a törvényében, és erős fundamentumra állították fel azt, mert félnek vala a földnek a népétől. Miért? Mert a föld népe fenyegette őket. Nem akarták, hogy felépüljön az úrnak a temploma. Nem akarta, sátán nem akarja, hogy emberek megmeneküljenek, és erős zsülekezetek plántálódjanak. Sátán nem akarja az, hogy ragaszkodj a forrásodhoz. Azt akar, hogy elvágjon ezektől. És azt mutassa, hogy te majd, 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 majd te maga, te mindent meg tudsz egyedül csinálni. Én se tudok megcsinálni mindent egyedül. Nekem is szükségem van. Legfőképpen az óra és szükségem van Isten embereire is. Megyek én építeni, de megyek kapni. És másképpen jövök haza. Biztos tapasztaljátok, igaz? Másképpen jön azért a Tamás Pásztor haza. Legalábbis barnább vagyok. Ha megfog a nap. Tudjátok, afrikaihoz, afrikai, romához, roma, magyarhoz, magyar, hasonló zsidónak zsidó. A testvér most már hasonlítasz rang, most már normális vagy. Igaz? Na komolyra. És azt mondja, hogy és mi történt? Erős fundamentumra állították fel, kedveseim, az imádó oltárt és a gyülekezetnek az alapjait erős fundamentumra kell. Ez azt jelenti, hogy ebből nem fogunk engedni. Megvan már a Dávid Sátorának a felépítése? Megvan már? Megtaláltátok? Jordán? Ruben, Abigail. Nem, nem. Amit én, amit én rajzoltam föl, kedveseim. Azt én rajzoltam föl még évekkel ezelőtt. És el van valóban mentve az alap, az imádkozók, utána vannak a közbenjárók, őrállók, akkor csináljátok meg, jó? Most rajzoljátok meg, jó? És úgy vetítsétek ki, jó? Tehát, mi az új szövetség gyülekezetnek az erőssége és a látás. Ezt megkérdezték tőlem. Az Abcsát 15-ben van megírva, hogy és, e, e, és eljövök, megtérek és felépítem Dávidnak leomlott sátorát, hogy a pogányoknak a többi része megtalálja az urat. Az omladékokat helyrálítja az úr, ez az utolsó időkben történik. Mit jelent ez? Rajzoljatok egy sátrat. István Pásztor még emlékszik erre a sátorra. Mindenki emlékszik. A végét emlékszel erre a sátorra? Na, akkor Ruben is te emlékszel? Ő nem. Akkor majd most emlékeztetlek. Jó? Rajzoljatok fel egy sátrat. Jó? Egy ilyen rendes háromszög alakú sátor. Ez nem piramis, egy sátor, mert a tetején van egy ilyen kis levágás. Jó? Tehát ez egy ilyen trapéz inkább. Az alsó részével, sátornak az alsó részével, leg az alapkövei. A köz, a, írjátok oda, hogy az imádkozók. A Dávid sátorának az alapkövei, az imádkozók. Ez azt jelenti, hogy mindenki tud tíz percet imádkozni naponta. Az Új Szövetség gyülekezet tagjainak a tagfelvételéné, mikor ez volt a feltétel, aki tag akar lenni, az vállalnia kell, hogy egy héten összesen egy hét alatt egy órát imádkozzon, ami azt jelenti, hogy 60 percből áll egy óra, 8 percet kell imádkozni naponta. Ezek az imádkozók. Ezt mindenki meg tudja csinálni, még aki nem született újjá, az is tud imádkozni, csak az értelemből imádkozik. Aki pedig újjá van születve, az tud szellemből imádkozni, tehát azt vállalja, hogy legalább 8, de 10 percet imádkozik, konkrétan nem magáért, hanem az új szövetség gyülekezetért és nem csak az új szövetség gyülekezetét, az ébredésért, a kereszténységért, a, a Szent Szellem munkának az előretörésért, az evangelizációért, és hogy Istennek az embereinek adassék szó a szájuknak a megnyitásakor. Jó, keresjük ki ezt az igét. A adassék nekem szó a számnak a megnyitásakor. Amikor imádkozatok, azért azt kéri Pál, hogy adassék nekem szó a számnak a megnyitásakor. Adassék nekem szó, így van benne. Adassék nekem szó a számnak a megnyitásakor, hogy bátorsággal hird, hird meg az Úrnak a dolgát. Amen. Ez volt Párnak az ima kérése, hogy ezért imádkozónak érette, hogy Efézus 6.19, vetítsétek ki Efézus 6.19. Én érettem is, hogy adassék nekem szó a számnak a megnyitásakor, hogy bátorsággal, ös, bátorsággal meg az evangéliumnak a titkát. Tehát én a 18. vers, 18. vers 6.18, ott mondja Pál, Miért fontos ez? Minden imádsággal és könyörgéssel ez a szellemi fegyverzetnek az utolsó része. Sokan azt mondják a hitpajzsa, meg a szellemkardja, stb. stb. De azt mondja, hogy imádkozván és könyörögvén, imádkozván minden időben a Szent Szellem által. Tehát nyelveken való imádság, amit Pál mondta, hogy ez hozzátartozik a szellemi fegyverzetethez. És ugyanezek dolgokban vigyázva minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Tehát ott van, hogy imádkozni kell a szentjeért, Istennek a szentjeiért a szellem által. Következő vers, ez a szellemi fegyverzet egyik kulcs része. Én érettem is. Tehát Pál mondja, hogy nem csak minden szentért kell imádkoznotok, hanem én értem is az apostolért. De nem csak az apostolért, hanem a szentekért is és nyelveken, a Szent Szellem által. Nem csak értelemből, hogy adasség nekem, miért imádkozott, nem az egészségért, nem, hogy odaér a repülőgép, nem a fő kérdés, adassék nekem szó a számnak a megnyitásakor, miért? Hogy bátorsággal ismertesse meg az evangélium titkát. Tehát mi történt Pállal? Lehetséges, hogy pált félelem vette körül, hogy nem volt bátorsága. Lehetséges, hogy a sátán el akarta őt bátortalanítani. Lehetséges, hogy el akarta dugózni, el akarta hallgattatni. Lehetséges, hogy ez a sátának egy egyik terve, hogy elhallgattasson, hogy megfélemlítsen, hogy hallgass el, hogy ne csinálj semmit se. És pának szüksége volt imádkozókra. Egy apostolnak. Az is lehetséges, hogy még Tamás pásztornak is. És szüksége van erre? Szükségem van. Azért köszönöm meg mindig az imákat. Kriszpásztor, miért szervez Global Day of prayer t Miért szerveznek két napon keresztül folyamatos imát és bőjtött? A világ összes pontjáról. Miért? Mert ez a generátorház, ez az erőmű központ. Ez tartja fenn. Ha nincsen erőmű központ, nincs generátor, nincsen power station, nincsen atomerőmű, akkor nincs erő. És mindenki tud imádkozni. És gondoljátok bele, az új gyülekezet minden egyes tagja imádkozik 10 percet naponta, de csak 5 percet. Azt adjátok össze, azt a több ezer főt. Naponta hány tízezer perc az? Hány óra? Egybe. És az mind összeadódik. Az az imádat, ami kimegy. Tehát van az alapszint, az alapszint, meg van már rajzolva. Megépítették az Isten oltárát. Ez volt az alap. Jó, ez volt az alapkő. Jó? Az alapkő, az ima, az úrral való közösség. Amen. Az igével, az úrral és az igével való közösség. Ez az alapközösség. Amen. Ezt minden egyes kereszténynek tudnia kell, és minden egyes keresztény így kell, hogy élje az életét. Mert ha ez nincs meg az életedben, fogadkád, nem ér az életet. Hiába jössz el Isten tiszteletre, hiába hallgatod a prédikációt, ha nincs ima életed. Amen. Ha nincs, nem olvasod egyetlen egy igénysel. Itt vannak az alján az imádkozók. aján az imádkozók. Tehát az a lényeg, hogy itt alul, amit láttok, alul, itt alul, itt alul a, a, a sátornak az alján, itt vannak a közben járó, itt vannak az imádkozók. Mindenki tud 10 percet imádkozni. A következő szinten ott vannak az őrállók, a közbenjárók és az a dicsőítők azaz az imádók. A következő és a legtetején ott áll Dávid, akinek a látása megvan az egész sátorról. Ezért nevezik Dávid sátorának. Ő az apostoli szolgáló kell, hogy ezt kormányozza, hogy ez hogyan tudjon működni. Az új szövetség gyülekezetnek ez a felépítése. A legalul ott vannak az imádkozók. Mind élő kövek felépülnek szellemi házzá, szent templommá, és ők az első számú generátorok. Az, mindenki az imájával hozzájárul a testnek a felépítésére szeretetben. Amen. Azt mondja szintén az Efézusi levélben, hogy amikor a szolgált ajándékokról beszél az Efézus 4-ben, hogy, hogy így épülnek föl, így épül fel a test, mindenki építi fel a maga életét is, felépíti fel szeretetben, és ezzel elősegíti az egész testnek az építését az Efézus 4.15, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestő fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép rendel egybe szerkeztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek a nevekedését a maga felépítésére szeretetben. Tehát a főfej maga Krisztus. A Dávid sátora az egy erőmű központ. Az új szövetség gyülekezet így épül fel, mint a Dávid sátora, hogy fontos dolgok a személyes imádkozók. A következő szint az, az őrálók, a, 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 következő szint az őrállók, a közbenjárók és a dicsőítők és az imádók. A következő szinten mit jelent ez? Az őrállóknak a feladata volt az Ószövetségben, Azaz a figyelők. Ott álltak a városnak a falain, és figyelték, hogy jön-e az ellenség, hol tör be az ellenség. Kell, hogy legyenek látók, akik látják és figyelik a külső és a belső ellenségeket is. Hol akar betörni, és mit akar, és hol akar rombolni, és mit akar. Kell, hogy legyen szellemi látás róla, mert ha nem tudjuk, akkor nem tudjuk elkapni a kis rókákat se. A közbenjárók pedig azt mondja az iga, hogy keresek valakit, aki odaáll a falakra, a résekre, a törésekre, én értem a városért, vagy az országért, keres az úr embereket, akik odaállnak a törésre. A közbenjárók azok, akik arra vannak elhívva, hogy az életük ima legyen. Ők nem tudnak más csinálni, ők bemennek a csendes kamrájukba, és amit a szívére van helyezve, azt véghez kell nekik vinni. Most látszik a nagy kivetítőn, várjátok melyik oldalra rájuk, ide állok, jó? Így látszani fog, jó? Így látszik fog mind a kettő. Tehát az imádkozók, itt van mögöttem kint, látjátok az abcsel, köszönöm szépen, sikerült kivetíteni. Az van itt megírva, hogy igen, az Efézus 4.15, tehát vannak imádkozók, már beletették, ügyesek vagyok, gyorsak. Hát, ha beindul a gépezet, akkor működik. Uh, ami fontos dolog, hogy mindenki teljesítse a test felépítését, a maga felépítését is, és amikor magad épülsz föl, akkor ezzel a test építését segíted elő. Tehát amikor te imádkozol otthon, amikor olvasod az igét, akkor nem csak magad épülsz, hanem ezzel építed a testet, mert egy élő kő vagy benne a testbe az egyházat is építed. Nem csak magadért vagy, hanem a testért. Benne vagy a testbe. És építed ezzel az egészet. Azzal, hogy te sikeres vagy, azzal az egész test sikeres lesz. Azzal, hogy te közben jársz másért, azzal magadért is közben jársz. Mert a testnek a része vagy. Ha beteg a test része, akkor te is beteg. Akkor, akkor te, is, te neked is fájni fog. Értitek? Ha lebetegszik a test, akkor nem csak a hiába szembe megy bele egy kis bogár, vagy begyullad a valakinek a lábúja, az egész test nem fog bírni. Ha belázasodik valami, akkor az egész test legyengül. Így van? Ezért kell vigyázni a teste. Jó, tehát az őrálók, a figyelők, akik figyelnek. A közbenjárók pedig, akik odállnak a résekre, a falakra az országért, hogy megmeneküljön. Tehát ha látod, hogy valahol van egy szükség, a közbenjárók mit csinálnak? Elkezdenek azért imádkozni. Oda állnak azért, hogy az egész test jó tudjon működni. És az ő szívükön az van, hogy imádkozzanak. Ezért vannak imakommandósaink, ezért vannak imafal, amikor folyamatosan odállunk betegekért, szükségbelevőkért, odállunk a különböző evangelizációkért, az országokért, stb. stb. És van egy nagyon fontos rész, a dicsőítők is imádók. Ők van a napi imádatod neked, mindenkinek kell, hogy legyen az ima életében ez benne, amikor dicséri az urat. Én általában, amikor egyedül megyek, én mindig fütyörészek És énekelek. Megyek, me megyünk, elmegyünk valahova, mit tudom, megyünk szállodába is, vagy fürdő, vagy, nézik, hogy hú, ki ez a fütyös, már tudják, hogy én vagyok az. Már várják, hogy jövök fel, a, mit tudom én, lentről a... a termálfürdőbe, tudták, na, már várták, hogy jövök, mert tudták, hogy fütyülni fogok. De nem azért, mert, én, mert én, én vagyok a fütyös, hanem egyszerűen azért, mert ez az Úr öröme, mindig van bennem egy-egy ének, van egy-egy dicséret, és ha, ha, szomorú vagyok, akkor is fütyülök, akkor is énekelek, ha örömöm van, akkor is énekelek, mindenkor hallelúja. Amen. Én voltam a Halleluja Tamás régen, úgy neveztek, azt se tudták, hogy Ráki Tamás vagyok, úgy ismertek engem a szabad keresztény gyülekezetben, meg Ukrajnába is. Mondták, hogy jön a Ráki Tamás, azt nem tudjuk ki az. Hát a Hallelujás Tamás, ah, hát azt már tudjuk. Így neveztek. Miért? Köszöntöttem valakinek, halleluja, ezzel köszöntöttem. Köszönt, mentünk el, halleluja. Van problémád volt, halleluja. Örömed van, halleluja. Mindenkor halleluja. Miért? Mert az ige ezt mondja. Halleluja az azt jelenti, hogy az urat. Az imádók mit csinálnak? Az imádók folyamatosan Dávid sátorában 24 órás dicséret folyt. Az úr felé állandóan szolgálat volt, állandóan égett az oltáron a tűz. Állandóan angyaloknak a jelenléte volt, mert a legfontosabb, hogy Isten, a mi Istenünk boldog Isten. ám És mit akar? Azzal, hogy a gyermekeibe tudjon gyönyörködni. És miben gyönyörködik egy, egy apa, amikor a gyermekei hálásak, elkezdik őt dicsérni, elkezdenek hálát adni, érte. Minek körül egy anya, amikor a gyermekei hálásak? Amen. Nem azt mondja, hogy mit főztél ma megint, mit? Izraelnek a dicsérete, Izrael Isten az Izrael dicséretei között lakozik. Ahol dicsérik az uratot, megjelenik az úr beleül. Beleül a te dicséretedbe. És tudjátok, nem kell nekünk erő, erőködni, mert ebbe a folyóba megyünk. Mert van mész, az Úr jelenléte kísér. Mert mész a kórházba, oda is mész. Megy az Úr jelenléte veled. A palást. Ezért kell, hogy a palást tiszta maradjon. És van egy fontos, a Dávid, még az is kell hozzá, aki ezt az egészet kormányoz, összefogja, hogy nem nyuszi vissza a puskát. Egyik nem azt csinálja, hogy most nekem ez a fontos, én most ezt csinálom, én ide akarok menni oda, hanem hogy hogyan lehet ezt megszervezni, hogy minden nap legyen ima, és ne csak pénteken imádkozom mindenki. Péntek este, mert akkor van a, 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 a Dávid sátor alkalom Budapesten, vagy ne csak reggel mindenki, reggel 8, 7 és 8 óra között, hanem legyen egy folyamatos ima. Ezt viszont meg kell szervezni. Ezt csinálta többek között Joshua, a jahosadák fia, ő volt a pap, aki megszervezte az Izrán házába Istenek a népe között a papoknak a rendjét. Tudjátok, milyen felelősség az, hogy e, tudjuk, hogy melyik napon melyik, hol vannak Isten tiszteletek? Tudjátok, milyen felelősség az, hogy tudjuk azt, hogy szellemileg hova kell most odállni, hova kell akár berendezést venni, vagy hol kell segíteni, hol, hol, hogyan tudjuk megosztani az embereket olyan módon, hogy egyszerre több helyen szolgáljanak. Hogy minden, minden hétvégén szinte valahol szolgálunk. És egyre jobban terjed, hogy újabb tevőket állítsunk be. És azt mondja az igen itt a, az, az abcsel 15-be, hogy a pogányoknak a... És ezek után megtérek abcsel 15-16, és felépítem Dávid leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom. Azt miért? Következő vers. És, a, és megkeresse, hogy megkeresse az embereknek a többi része az urat, és a pogányok minnyáján, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az úr, aki mindezeket megcselekszi. Tehát mi történik? embereknek a többi része meg fogja keresni az urat. Mondjátok, a többi rész is jön. A és a pogányok is, akik az úr nevéről neveztetnek. Mert az úr megcselekszi ezt. Amikor felépül a Dávid leomlott sátora. Ennyire fontos a Dávid leomlott És tudjátok, mi van a Dávid sátorában? Személyes kapcsolat, személyes közösség Istennel. Belépsz, és nem kell semmit mondani, csak ott van az Úr. Azt mondtam többeknek tegnap itt a mennyegzőn, tudjátok, nem is tudjátok, amikor belépsz ide, amikor belép valaki csak az Isten diszteretel, vagy belép az új szövetséggyülekezet, vagy belép akár Kriszpásztolékhoz, belép oda, ahol Istenek a természet fölötti jelenlét ott van. Az már nem megy el úgy, ahogy ide belépett. Soha. Megtapasztalja Istent. Hogy az Úr van itt a te Istened. És azért ragaszkodom az alapokhoz. Azért ragaszkodom, hogy erősen fel legyen építve az, imád, az oltár. Azért, vannak, azért neveztük el a reggeli dicséredet imádó oltároknak. Tudjátok, mi történik, amikor egy-egy oltár felépül? Angyalok mozognak az oltárok között. Te magad, mind egy oltár létezel, te magad, mint személy, és ha összegyűl egy csapat, összegyűl egy, egy ház, vagy összegyűl egy gyülekezet, és ott imádják az urat egy akaraton, akkor angyaloknak a seregei szabadulnak föl, és az oltárok között átjárás van. Az egyik oltár, az oltárok között, ahol felépülnek a szellemi oltárok, az a terület körbe lesz véve angyalokkal. Ugyanúgy, mint ahogy a védvárak voltak, a várvonalak, ott erősségek voltak, és ha várakat nem vették be a törökök, akkor nem mehettek tovább. Miért? Mert hátba tudták őket támadni. Ugyanígy vannak a védvárak, az imádó oltárok. Ezért nagyon fontos megerősíteni az oltárrendszert. Ez nem újszövetségi oltár, ez új szövetségi oltár. Van akiknek kocsia, a kocsia az ő imádó helye. Értitek? Ott megy állandóan, vagy, a, vagy a, a kamionja megy állandóan, és terrautó, és állandóan ott van az imádatnak a helye. De legyen vannak ilyen utazó oltárosok, tudjátok. Utazó imádkozók. Az mennek, amennyi nyelveken imádkoznak. Az apostolok ezt csinálták. Hú, visszatérve, mert pff, bele most belevágtam több témába, de nem véletlenül vágtam bele, higgyétek el, mert megyünk vissza az alapokhoz. Tudjátok miért? Mert elég nekünk az Úr kegyelme. Ha a Szent Szellem dolgozik, akkor nem kell erőködni. Népek jönnek be ebbe a folyóba. Miért mindenki meg akar gyógyulni, csak a bolond nem akar meggyógyulni. Ha nem, aki beteg, az meg akar gyógyulni. Miért szenvedni akar? Akkor szenvedjen. De nem akar senki se szenvedni, mert meg akar gyógyulni, igaz? Mindenki egészséges akar lenni. És mennyivel jobb egészségben élni? Mindenki akar boldog lenni. Hogy tudsz? Az úr jelenlétében tudsz boldog lenni. Azt tud megelégíteni. Nem démonok, meg kárhoztatás. Ezért tanítunk. A következő szint, a úram segíts, be kell... Mm, nem fejezem be minden, de akkor is hó, uh, oh, rabasakam malasszon. Ú, uh, belevágtam a közepébe. Ez, ez benne volt a terve, de nem így, meg nem ilyen gyorsan, hanem elő akartam készíteni, de most már benne vagyunk. Jó. Mi történik? A következő lépés. Uram, segíts! Hú, hú, még betegekért kell imádkoznom. Halleluja. És be fogom fejezni időbe. Mert még ma pásztor képző. És ott folytatjuk ezt az izgalmas témát. Nem csak ezt, mást is. És következő azt olvashatjuk, hogy hogy, hogy e, megépítették az úr Oltárát. Itt kezdődik el az Istennel való kapcsolat helyreállítása, ahol Istennel mély kapcsolatod van, imádod őt, és ezt utálja az ellenség a legjobban, mert ez egy erőmű központ, amit láttok itt mögöttem, ez az erőmű központ, amit nem tud kikezdeni sátán. És ennek egybe kell működni. A Dávid sátorának a felépítése, igen, imádkozók, minden gyülekezeti tag tud imádkozni, mindegyik. A következő közben járók, akiknek elhívásuk odállni a résekre. Ők egyébként bodyguardok -ok is, azaz, eh, mik ezek? Testőrök. Ők az én testőreim. Az életmentők azonnal odállnak. Sokszor az életemet mentették meg. Emlékszem, amikor mentem eh, Bajára szolgálni, és uh, uh, kiadtak sárga riasztás, vagy talán piros volt, talán sárga volt, narancs-sárga riasztás volt. Hirtelen leesett 50 cm hó, hirtelen. És vissza kellett volna fordulnunk, nem fordultunk vissza. Megtartottam az alkalmat, és jöttünk hazafele. Úgy nézett ki az út, uh, kecskemét és uh, uh, baja között. Kecskemét baja, igen, mi ki a hatos útra, az nem tudom, kecskemét felé vezető volt-e. Ez egy száz kilométernyi szakasz. Rengeteg haláleset történt ott az előtt. Hogy nem láttad az utat, hogy hol van a vége, meg hol van a széle, csak a táblákból látszott ki ennyi a szélén. Mert betemette a gödröt is mellette, az árkot is, a hó. És így jöttem hazafele. Emlékszem a, a, a Picasso-val, Citroën Picasso-val, C4 picasso és tudjátok, mi történt? Felhívtam a közbenjárókat, hogy imádkozzanak. -e. És emlékszem, a ricsivel voltunk együtt, ő volt akkor a dicsőítő, és eh, mikor elkezdtek az imádkozók imádkozni, olyan volt, az előtt így csúszkált az autó jobbra-balra. Mentem, csak tudjátok, nem tudtam, hogy merre menje. Tudjátok, milyen félelmetes az, amikor mész, és nem tudod, hogy, mely, hogy most az árok felé mész -e, vagy hova mész. Olyan, mint amikor fékezel, és a kocsi nem áll meg, csak csúszik, és nem tudod, hogy hova mész. Nem, nem, nem tudod irányítani a kocsit. Nem tudom, voltatok-e már ilyen állapotban? Emesen már volt. Más is volt. Én, ez, egy, ez egy nagyon kemény helyzet. Úgy, hogy ott vagy a semmi közepén. Ott nincsen busz, nincs semmi, Szűz nyom volt, szűz volt az út. És akkor elkezdtek az imádkozók imádkozni, és azt képzétek el, olyan, mint megemelkedik a kocsi, és átmegy turbóüzemmódba. Nyomtam neki 80-nal a hóba. Tudjátok, mit jelent az? Nem 40-nel, 60-80-nal a hóba. Mi vágtuk az utat. Kiemelkedett a kocsi, és a szűz hóba, így mentünk előre 80-100 kilométert végig, hogy nem álltunk le. Turbóval. Az imádkozóknak az imáival. És nem lett balesetünk. És nem féltem. Nem is gondoltam bele, hogy mit csinálok, mert egyszerűen csak mentünk előre a hóba. Ilyenek a közben járóknak az imája. Megmozdítja a természetes dolgokat is, és természetfeletti módon mentek az angyalok ilyenkor. A szószos étem angyalok vittek, én tudom, mert én vezettem az autót. Amikor rátértem az autópályára, és ott már elkotorták a havat, sokkal veszélyesebb volt. Ott már éreztem, hogy csúszkál az autó, mert ott már más volt, ott már úgy éreztem, hogy majd már biztonság vagyunk, akkor ott a legveszélyesebb. Nem a szűzhóba. Döbbenet volt. Ezt én éltem át, magam. Jó, az őrálók figyelnek a falakon, és figyelmeztetnek, ha jön az ellenség. Az imádók dicsőjük pedig és pedig erőmű Isten felé való szolgálatban, és a szellemi harcban is. Dávid, aki pedig vezette, kormányozta az apostol, ha nincs kormányzás, káosz van. Ha van látás, jön az ellátás. Mindig kell, hogy legyen valakinek, akinek látása van a jövőre nézve. Következő, megtartották a sátoros ünnepet, az az nagyon fontos dolog, hogy legyen összegyülekezés, legyen az Isten népének konferenciája legyen, ahol, ahol összegyűlnek, és imádják az Urat, és ünneplik az Urat, és együtt van Istennek a népe. Mert ilyenkor demonstrálunk is a szellemvilágban. Nem véletlenül tartunk összegyűl. Nem véletlenül kell nektek miskolcra jönnötök. Vannak bizonyos dolgok, amit csak itt tudtok megkapni. Nem véletlenül kell nekem elmenni Nigériába. Van olyan Kenet, van olyan kegyelem, amit csak ott tudok átvenni. Hiába jönne más ide Magyarországra, van, ami ott van. Oda kell elmenni érte. Van, ami csak Szöjúlba volt, Dél-Koreába, Csóiknál. A közben az a speciális kenet, el kell menni oda. Miért? Nem mindenütt van ott Isten, de a Szent Szelem ott van, dolgozik, bárhol be tud téged tölteni, de van, amit Isten speciális helyek és speciális embereknek adott. Miért? Mert így döntött. És a következő, azt olvashatjuk, hogy a, harmadik rész, hetedik vers, és adának pénzt a kő és favágóknak, a, 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 a mesterembereknek ételt és italt olajat, a szidombeliek, a tiruszbeliek, három, három esdrás hogy hozzanak cédrusfágat Libanonból, a Jopoi tenger felé, Círus Perzsa király nékem adott, adott engedelme szerint. Tehát volt anyagi forrás az építkezéshez. Elindulnak az anyagi források is, értitek? Ahol le van téve az oltár, és elindul az imádat, ahol felépül a Dávid leomlott sátorot, elindul az anyagi források is, mert ahol van látás, jön az ellátás. Jönnek a megfelelő emberek, jön a megfelelő anyagi, és jön a megfelelő ellátás, és a, a vetés, amikor vetünk. Mert most például nagyon sokat vetünk mi is mások szolgálatába. Nem csak az új szövetség gyülekezetbe, más szolgálatokba vetünk bele, missionáriusok, más szolgáltatók. Életébe. És közben mit csinál? Isten áldja az új szövetséggyűlökezetet. Áldja az építkezéseket. ágy benneteket meg. Amen. Minél többet vetsz, annál többet fogtok aratni. És mi történik a következő szinten? Azt olvashatjuk, hogy elindult az adakozás. Adakoztak az úrházának építésére, anyagi források indultak el, és elindult az építkezés. Következő, hogy a második esztendőben, a nyolcadik vers, föl, fölmennének az Isten házába Jeruzsálemben, a második hónapban, és megkezdték az építkezést Zorobábel, tehát itt volt a kormányzó az apostoli kormányzó, a Szeatél fia, Jesuda, Jésua, azaz Jósua a főpap, a Jehosodák fia, és a többi atyafiak, a papok, leviták, minnyáján, akik a fogságból visszajöttek vala, és rendeltek levitákat, kik húszenszendősök vagy azon felül, az úr háza építésének a vezetésére. Mikulcs kérdés még? Vezetőket kell kijelölni feladatokra. Minden egyes új gyülekezetbe, új házi csoportba, új szolgálatnak vezetőket kell kijelölni, mert az emberek nem tudják, hogy mit csináljonak. Ezért kell, hogy legyen rend az Isten népe között. Kell, hogy legyen megszervezve a munka. Kell, hogy legyen megszervezve az építkezés. Ugyanezt csinálta Nehémiás a, a, a falaknak az építésénél. Úgy csinálta, hogy minden egyes család a maga előtt levő várfalat kellett felépíteni, az a városfalat. Volt egy család, és a maga előtt, ahol volt a háza, maga előtt levő városfalat ők építették meg. Egyszerű volt. Miért? Ha jön az ellenség, hát az ő házukat megvédjék. Ha nem, addig, ha jól nézünk ki. Mindenkinek föl, kell építeni, föl kellett építeni a maga szakaszát, és a falakon. Itt a papok irányítottak, mert itt az úrháza szent módon kell, hogy elépüljön, nem össze-vissza. Tehát azért ezt kellett tudni. De egy fontos dolog, hogy húsz esztendősök, látjátok milyen fiatalok voltak? Húsz esztendő. Nálunk, akik nagyon viszik a munkaterhét, azok a 20 esztendősök és azon felül való fiataljaink viszik a legtöbb terhet. A 20-30-35 körüliek viszik a legtöbbet. Jó, van egy-két 18-as is benne, meg 16-osak, de viszik az munkának a terhét. Meg vannak 15 évesek is. De vannak 60 évesek is, meg 70 évesek is, meg még én vagyok az 50. Mennyi vagyok, még csak 53 vagyok, ugye? Még nem vagyok 54. Itt vagyok az 53 évemmel. Azért én is viszem a munkaterhét. De a, a fizikálisan nem én viszem. Megmondom nektek őszintén. Én tudjátok, mit élvezek? Éppen emeségkel beszélgettünk tegnap, hogy milyen, amikor visszanézünk dolgokra. Tudjátok, amikor benne van, az István a beszélgettünk itt, nem is tudom hol a mennyegző alatt közben, hogy milyen, amikor visszanézünk, és nézzük ezek a fiakat, meg lányokat, hogy mennyi minden dolog történik mellettünk miközben, és közbe. Van egy szolgált, elterik 10-20-30 év, és látod, hogy egyszer csak mész előre, és a hátra nézel, és nézd meg. Egy egész utánfutó sereg van mögötted. Melletted. Itt vannak már nem csak a fiaid, hanem az unokáid. Itt van már nem csak egy generáció tizenvalahány év alatt, hanem az újabb generáció is. És ők is be akarnak állni a szolgálat. Itt vannak az újabb gyerekek, akik megszülettek. Hú, vetítsük már ki a gyerekeinket. Hú, két gyerek is megszületett. Jó, vetítsük ki. Fantasztikus. E, gyermekeink születtek, az újabb generáció, úgyhogy ezt nem akarom elfelejteni. Hálát adni értük. De miért fontos ez? Mert kell, hogy legyenek is kedveseim. Kérdezem most tőletek. Odállít hozzád az 50 éveshez, vagy a 60 éveshez, vagy egy 20 éves. És azt mondja neked, hogy ide figyelj, E, ezt most e, mit kell csinálni, ezt most a gerendátot meg kell vagy mit tudom én, érted? Vezendinek, vagy a jó, mondjuk azért nem, nem adnám vissza puskát, azért, azért Józsi irányítja őket, nem fordítva, de van, amikor így van, de van, úgy így van, azért megmondják. Jordán, kis alacsony Jordán jön, és akkor azt mondja, hogy Jordán hány éves vagy? 26? 7? 8? Nem, még nem vagy 8. 28 éves Jordán. Vagy 28, nem is tudom, mikor töltötted be, de még 26-nál megakadtam. Ja, felköszöntöttem, de nem tudtam, hány éves. Mindegy. Én még 20 évesnél maradok, meg 16 évesnél. És te képzeljétek, amikor egy ilyen 20 éves megmondja a 30-40 éveseknek, meg az 50 éveseknek is, hogy mit, mit csináljanak, nem? Megkonzultálják. Miért? Mert a vezetői, meg egy Krisztián, amikor meg irányít, meg a többiek. Amikor egy Dániel egy egész diakóniát irányít, és megmondja az időseknek, hogy hogy kapják az embert, meg hogyan, hogyan ültessék le, meg mit sem. Lehet engedelmeskedni egy fiatal gyereknek? Azért nem könnyű. Igaz? De könnyű. Miért? Mert ki vannak jelölve erre a szolgálatra? És jönnek az utánfutók. És akkor a nőnek fel a legkisebb fiatokból is, mi lesz? Csak az egy, egy év alatt mennyit fejlődik. Igaz? Lányokból is. Templom mintára kifarogott oszlopok. És egyszer csak eddig csak még pöngek, pengedgettek, aztán elkezdenek énekelni, aztán ha ők akarják átvenni a vezetést. Mondja nekem a feleségem, hogy, hát, hogy én örülök nekem, amikor nem nekem kell megszervezni, hogy hogy kell mindenki vidékre menni, és akkor ő, ő engedelmeskedik a lányának. Mert ő viszi ki. Anya most ide megyünk, anya most oda megyünk, nincs itt a apa. Most akkor megyünk ide, szolgálni, oda szolgálni. És a főnöknő, a főszervező, ez egy kis Ma Már nem olyan szofos, Végen az volt. Két kis foncsikja volt itt, itt is, meg ott is. Volt egy is. De már akkor is irányított. Egy napos kora óta már kinyitotta a szemét, én vagyok a főnök. Azt mondja. Az lesz, amit én mondok. Tudjátok, van olyan gyerek, kis megszületik, néz a nagy szemeivel, és elmondta, hogy ó, oh, most már tudját. Eszterke is ilyen, ő is nagy szeme van, ő tudja, hogy akkor ő a fő. De azért az apja meg az anyja azért kormányozzák. Erős akarata van. De ez azt jelenti, hogy ő belőlük vezetők lesznek. Csak jó kell őket kormányozni, nyesegetni. Vannak ilyen vezető típusok. Jó, visszatérve. Az a lényeg, hogy ki kell jelölni a vezetőket. És mit csinál? mikor ezek megvannak, azt olvashatjuk, hogy és Jesúa pedig, és az atya fiai pedig vezérei voltak a, ennek a munkának. Tehát kell, hogy legyenek a vezetők, és kell, hogy legyenek vezérek, akik kormányozzák az egészet. Tehát én is ott kell, hogy legyek többek között, hogy az egész új szövetség gyülekezetet kormányozzam. Értitek? Hogy hol alapítsunk gyülekezetet, hol van, forrásokat hol fakasztunk, hol legyenek az újabb területek, stb. Hogyan az intani, vannak olyan ügyek, ami hozzám tartozik. Van, amiért nekem kell imádkoznom, de legtöbbet már delegálom. Mindenki, mindenki dolgozik az új gyülekezetbe. Így adom le magamról a munkákat. Jön valaki, és felvet egy problémát. Pásztor, ez a probléma. Mondom, nagyon jó, hogy megláttad. Dicsőség az úrnak. Akkor most te fogod megoldani. Tudjátok, milyen jó? Miért? Van látás, jön az ellátás. Aki ezt meglátja, ezt a szükséget, és nem csak kritizáló, hanem ő nem csak probléma feltáró, hanem probléma megoldó. Tudjátok nekem egy vezetőnek mire van szüksége? Nem kritizálókra, akik azt mondják, ez se jó, nincs WC papír, ez, ez, a, ez a, ezért, ez miért, miért ilyen, ez mikor lett felmosva, ez mikor van, ez mikor Kedvesem, Te egy tetősbe a szükséget. Kedvesem, látsz valamit most föl? Látod, hogy egy gyerek el elejtett egy szavítát vett föl? Dobd be a kukába. Ne azt mondod, és hol van, aki fölvegye? Rendeljetek már ide egy szolgálattevőt. Miért van itt ez az papírszalvéta? Hát azért, hogy meglást, hogy felvedd. És dobd be a kukába. Ez a gazda tudat. Ez a Krisztus tudat. Amen. Ezért, hogy töltsük be a szükségeket. Nem a nyuszi vissza puskát, igen, hanem Krisztus testének a tagjai vagyunk. Ilyen nekem múlik a hűség, képzeld el. Hogy meglátsz valamit, és akkor segítesz, hogy az be legyen töltve. Sok kritikusunk van, de kevés segítünk. De ezt nagyon sok segítünk van, mindannyian segítőkészek vagy. Csak nem tudjátok, hogy miben segítsetek. De én megmondom. Jordánnál lehet jelenkezni. Rubennél is, a Bigélnél is. Ezek mind fognak nektek munkát adni. Itt senki nem lesz munkanélküli. Csak bírjátok. Tegnap volt valaki a mennyegző, mondta, egy fiú csinált nagyon jó fényképeket. Mondom, hány éves? Azt mondja, 16. Ő Aliznek a, a rokonságából volt, mondom, tudod mit? Gyere, nézd meg, milyen stúdiónk van. Te egy nagyon jó szakember tudsz itt majd lenni. És toborozta. Rögtön. A ms az egyik énekes lánya volt itt, egy egy négy éve volt, vagy öt éve itt. És mondta, hogy pásztor. És emlékeztem rá, hogy ki az. Hogy felnőtt. Majd hölgy lett belőle, kislányból. Igaz? És ezek mind, mind találkoztak velünk, és itt voltak tegnap a mennyegzők. Jó, amikor viszont ez elindult, mi történt? eljött egy nagy év, egy, egy dicséret, elindult eh, eh, a tizedik verseny, Mindőn az építők letették az úrházan, a templomának az építésének az alapkövét, odaálltak a papok az öltözetükbe, kürtökkel, a leviták, asszám fiaid, cimbalmokkal, hogy dicsérjék az urat, az Izrael királyát Dávid rendelete szerint. Figyeltek, mi történt? Dávid rendelete szerint dicsérték az urat. Nem a maguk módja szerint meg volt egy rendje a dicséretnek. Ám, ezért mondja, a Dávid sátorának a felépítése elindult. mert Még nem nem, még, még, csak, még, még, csak, egyetlen egy követ nem tettek le, még nem indult el a fizikai építkezés, de szellemben már építették a Dávid sátorát. És mi történt? És azt mondja, énekelvén a dicsérnéven az urat, és hálát ad van neki, mert jó, mert örökké való az ő zirgalmassága. És azt mondja, azt olvashatjuk, hogy nagyon sokan pedig a 12. vers, a papok és a léviták családfők közül a vénék, kik látták az első házat, mikor alapot vetnek vala, és a mostani háznak a szemük előtt nagy fenszóval sírtak. Elkezdtek sírni az emberek, hogy újból felépül az imádatnak a háza. Még nem volt fizikai fal, de már ott voltak az imádók. Tudjátok először mi történik? Először szellembe építkezünk, és meglesz a fizikális falak is, meglesznek. Meglesznek a fizikális emberek is, mert profétálunk. Amikor ezek az emberek dicsérték az Urat, profétáltak, dicsérték az Urat, az Úr pedig gondoskodott arról, hogy elég angyal legyen a védelmükre. Én nem tudnám megcsinálni azt, amit csinálok, ha nem lesz, nincsenek imádkozók. Én nem tudnám azt megcsinálni, amit csinálok, ha nincsenek, nincs imádat. Én nem tudnám azt megcsinálni, amit csinálok, ha az Úrnak nincs elhívása. És az Úr nem küld. És nem állnak mögöttem egy egész csapat. Ezért szükségem van rátok. És szükségünk van egymásra. Szükséged van a melletted levő testvéredre. És ezért kell, is rájönni. Meg ezért kell elmenni utána az utolsó fal, falvakba is. Hogy egymást építsük. És amikor ez megtörtént, és ezzel be kell, hogy fejezzem, ezt csak felfogom fogom sorolni. Tudjátok, mi történt? Jött a negyedik vers is. Ez a majd következő alkalommal fogom majd folytatni. És mikor meghallották és, Jóda és Júda is Benyámin ellensége, hogy akik a fogságból visszatértek templomot építenek az Úr is, a háza, az Izrael istenének, mentek Zorobábelhez és a többi családfőz mondván, hadd építsünk együnk veletek, mert miképpen ti, mi is az isteneteket keressük, hogy néki áldozunk. Hazugság! Jött az ellenség, és azt mondta, hogy én is az élő Istent akarom imádni. Miért? Mert azt akarta, hogy leállítsák az építkezést. Hogy közéjük menjenek, befurkózzanak, és elkezdenek tönkretenni az Istennek a munkáját. Sátának az egyik terve, hogy beépül a családodba, beépül az életedbe, a munkahelyedre, beépülnek olyan emberek, akik barátságosak. Úgy néz ki, hogy ők is akarnak segíteni, közben pedig azért jönnek, hogy tönkre tegyenek. Tudjátok, hogy volt olyan valaki, aki jött, bejelentkezett gyülekezeti tagnak, onnan gyülekezeti tagnak. Közben a gyülekezetet akarta szétrombolni. Többen is voltak ilyenek. Sikerült kiszűrni őket. Utána megsértődtek, hogy hogy, hogy nem fogadjuk be. Ja igen, és még a feleségem mondja, az őrálló szerep az ajtón állóknak a szerepe. Tehát azért nagyon fontos például, akik kapukba vannak. Kit engedünk be az gyülekezetbe? És milyen szellemű embereket, és milyen démonokat, és milyen démonokat nem. Egyszer azt mondta nekem az úr, figyelj oda a házad ajtajára, a gyülekezet ajtajára, és a városodnak az ajtajára. Nem mindegy, hogy kikeket engedünk be a városba. Milyen szellemiséget. Nem mindegy, hogy kitét engedsz be a saját házadba. És nem mindegy, hogy kikeket engedünk be a gyülekezetbe. A pásztor a kapu. Azt mondja Jézus, én vagyok a juhoknak az ajtaja. Ezért fontos figyelni. Mert vannak olyanok, akik csak bekukucskálnak. Ha miért jöttél? Hát csak szétnézni, próbálna meg videózni, hát csak szétnéztem démonok. Nem építeni jönnek, hanem lopni. Tolvajok, farkasok és hazugok. Ezért kell józannak lenni. Ez nem mindenki ez az imaház. Ez egy saját, ez egy, ez egy magántulajdon. Azt engedünk be, akit akarunk. Ez nem egy kormányzati hely. Ez nem egy állami tulajdon. Ez egy magántulajdon. És képzétek az udvarban nem akárki akarhat, állhat be. Nem akárkit engedünk be az imaházba. Torvajokat nem engedünk be. Farkasokat nem fogok beengedni. Démonizáltakat, akik azért jönnek, hogy romboljanak, nem fogom beengedni. Képzétek el, ki tudjuk őket tenni. Mert ez egy zárt körül rendezvény egyébként. Csak mi engedjük meg, hogy valaki bejöhessenek. És örülünk mindenkinek, aki, aki nem farkas. A bárányokat fogadjuk. Megkérdezik tőlük, pásztor, de én járok máshova, de eljöhetek meglátogatni benneteket. Tudjátok, mi szoktam mondani? Ha bárány vagy, jöhetsz. Ha farkas, előkapom a 302-es karabét. És lövök. Akkor annyi neked. Mármint annak a démonnak, ami benned van. Hát az az igazság. Jön azért valaki, hogy rabolja bárányokat, meg tönkre tegye, meg elbuktassa a mert minden hülyeségbe, mert megtömi az agyukat, vagy ellopjon mobiltelefonokat. Volt, aki bejött, írja, azt ellopott egy mobiltelefont. Aztán Ricsék tudták, hogy kiről van szó. Le is szerelték. Aztán mondták, hogy jobb, ha visszahozod, mert látszik a kamerán. Aztán visszaszolgáltatta. Nem lett bőle rendőrségügy. Itt a gyülekezetben történt egy imádó alkalmon. Na, hogy azt gondoljátok, hogy íre csak és mindenki, aki ide jár, az, 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 az bárki, bárki, próbálna besúrani. Volt, hogy Gergőnek ellopták a laptopját. Bejött a bejárati ajtón. És elvitte a laptopját. Utána ma, na, oda kell figyelni a dolgokra. Nem azt mondja, hogy a gyülekezetben lopóktól tolvajok vannak. Ne, 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 Csak nem tudjuk, hogy ki jön, aki, aki jön. Értitek is, milyen szándéka jön, nem ismerjük. De mi történt? Azt olvashatjuk, hogy azt mondta Zorobábel, Euh, hogy nem nekünk, nem veletek kell nekünk építeni házat, a mi Istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni harmadik vers, az Úrnak, az Izrael Istenének, miképpen megparancsolta a Szírus, a Perzsák királya. Tehát nem mindenkivel kell együtt dolgoznunk. Sátán Jézus Kft. nem működik. Amen. Nem mindenkivel kell nekünk együtt dolgoznunk, aki nem Isten akaratában a az nem fogunk együtt dolgozni. Képzeljétek el. És a következő, és igyekeztek a tartomány népe, negyedik vers, megkötni Júda népének a kezét, és elrémíteni őket az építkezésről. Tudjátok, mi szerepel itt? Itt azt jelenti, hogy megkötözni, igyekeztek elrémíteni, kezeket leengedni, ez szerinti ez a szó. Megkötni Izrael nép népének a kezét, tudjátok mit? Lenni? A munkától elernyed kezek, ezt jelenti. Amikor csinálnál valamit, és nincs erő benned, azt érzed, hogy most mosnál, mosogatnál, és nincs erő a kezedbe. Azt érzed, hogy föl kéne hívni egy bárányt, vagy egy gyülekét tagot, és nincs hozzá lelki erőd. Mert kifogyott. Azt érzed, hogy menekülnél az emberektől, holott te vagy a pásztor. És ember herótod van, már annyira, annyira azt érzed, már megint ezekkel kell találkoznom. De akármint leírja a könyvében, hogy volt egy olyan vezetője, aki nagyon érdekes volt, egyik pillanatban, tehát azt érezte, hogy támogatja őt, és hűséges, de minden egyes vezetőségén csak a negatív dolgokat mondtál. És az embereknek, akiknek problémájuknak mód, azoknak is problémájuk lett. És tudjátok, mi lett belőle? Ez az ember le egyik legnagyobb ellensége. Meg kellett szabadulni tőle. Rá kellett jönni évek óta, hogy már majdnem odáig jött, hogy a pásztort elválasztotta a többi pásztoraitól. Vannak ilyen nagyon érdekes emberek, akik úgy néz ki, hogy mellette állnak, de zavarodottak. Van egy pillanat, amikor az ellenség használja őket. Megzavarodnak, és zavart hoznak be a nyájba. És nem tudod megállapítani, hogy róka béka vagy béka róka. Tudjátok, a vukba volt, amikor a vuk ugrált, úgy, mint a béka. És a béka gondolkozott, ez úgy néz ki, a mint a róka, de békaként viselkedik, akkor róka béka vagy béka róka. Amikor nem tudod rá má, mondani, hogy ez most farkas bárány vagy bárány farkas. Úgy néz ki, mint a bárány, de farkasú viselkedik, vagy olyan, mint a farkas, úgy néz ki, mint a farkas, még szőrös, meg elég furcsan, de mégis báránya természete. Vannak ilyenek, vannak nekem olyan bárányaim, akik úgy néznek ki, mint a hát furcsán. De jönnek, aztán előbb-utóbb lekerül róluk a szőrös gunya, átalakulnak. Mert a szívük jó, de van, aki pedig úgy néz ki, mint a tündérmese, túl szép, hogy igaz legyen. Belülről meg olyan szőrös, hogy ú. Uh. És igazán, amikor úgy megnyomod kicsit, egy pontját, akkor sss, kijön belőle a kaktusz. Simogatnád a szúr. Igazán az akkor derül ki, igen, vannak, azt mondja, Ruben szoktam mondani, abig van vannak ilyen pontok, amit nem jó nyomogatni. <laughs> Nincs rajta pont semmi se. Meg lehet nyomogatni. Jó, azt mondja az ige, hogy és elrémíteni őket az építkezéstől. Tehát egy fontos dolog, lecsügget, lelankat, eleresztett kezek, elerny, azt is jelenti, hogy tétlen kezek. Értitek? Eld, amikor a te kezed elernyed és tétlenné lesz, ezt is jelenti, azt is jelenti, hogy összeesik. ennyi elgyengül. Békén hagy, visszavonul, hátralép, azt is jelenti, hogy lézen vagy tényfereg tényfereg valaki. Ott megvan magának, mint a befőt. Ezt akarja a sátán, ez volt a terve ezeknek a népeknek. És azt is jelenti, hogy, hogy és elrémíteni, az elrémít pedig azt jelenti, hogy összezavarodik, megzavarodik, retteg, felzaklatódik, azt is jelenti, hogy kapkod. Sátának van egy terve, hogy kapkodjál. Hogy valami hirtelen, most hirtelen kell megcsinálni. Most azonnal, ha nem, és akkor állandóan olyan dologba kapsz bele, ami miatt utána le tud járatni sátán, mert hibát csinálsz. A legrosszabb dolog a kapkodva való vezetés. Egyszer ide kap, egyszer oda kap. István pásztor mondta, hogy ő azért szereti előkészíteni a dolgokat, nagyon átgondolni. Több napon keresztül Jordán is ilyen meg a Ruben is átgondolják. Néha annyit átgondolnak. De azt mondják, azért, hogy kevesebbet kell dolgozni. Megszervezik a munkát. Nekem néha az túl lassú. De nekik meg azt mondják, pásztor, így tudok, mit lehet akkor csinálni. Ilyenkor lehet jó munkát csinálni. Igaz? Szóval megvan hozzá a feltéte. Nem? Valahogy így mondtátok nekem. Tessék? Jó munkához idők elég. Azt mondták, hogy is nem egy nap alatt teremte, vagy Isten nem egy nap alatt teremtette meg a Földet. A rosszhoz van. új Jézus. Na jó, a humor az egy külön, az megvan, látjátok, ez, ez nem gond, az, az egész csapatban, Na jó. De egy fontos dolog, megrettent, megzavar, elrémít, sietett, kapkodtattat. És a Szent tudjátok, a, a pátriárkák mit csináltak? Méltósággal mentek. Ábrám fölkelt és ment, de benne volt a pátriarka, az az ősatyánknak volt egy tisztességük. Aztán egy Kriszpánszor egyszer volt egy szállodában, és azt mondták, hogy tűzriadó volt. És mindenki rohant kifele, mindenki kapkorott, pizsamában rohantak kifele. És az úr mondta neki, méltósággal menjél. Rendesen felvette a ruháját, és méltósággal ment ki. Persze egy vakriasztás volt az egész. De nem rohangált, mint Póka falon, és ilyetté hogy mi történt. Mert tudta, hogy biztonsága van. Ha megyünk, akkor méltósággal kell menni. Tudva, hogy az Úr palássa rajtad van. És nem a démonok fognak téged jobbra-balra kapkodtatni. Persze valamikor azonnal kell intézkedni. És nem a tej megállszik a szádba. azt nincs a szeretem. Hanem azonnal, ha lépünk, akkor lépünk. De nem szabad döntéseket meghozni kapkodva. Nem szabad mások nyomására, pressziórára hozni meg a döntéseket. Most azonnal, ha most nem csinálod meg, most olyan akció van, figyelj most, egyet fizet, ötöt kap akció van, és figyelj, ha most ezt nem csinálod meg, akkor lemaradsz az életed legnagyobb ezéről, és most vedd meg azt, megveszel a semmit. Ez a megjelent rében szemüvegek, 75 os kedvezményes. Minden keresztény küldözgett egy. Én is rendeltem négyet. Olyan gagyi mint egy ház. Jó, van, akinek odaadtam, hordják. De, de ott volt, hogy rében szemüveg. És küldözgették egymásnak keresztjének. Hogy ez igazi rében. Nem írtam, hogy ide figyeltek, ez kamu, kész átverés. Amikor azt mondják, hogy most ilyen akció van, olyan akció, és az, ne, nehogy azt higgyétek, az ilyen befektetés 20%-ért megveheted egy 500, megvehetsz 50 ezer forintért egy 500 ezer forintos eszközt. Ez az úgy nevezik, hogy kész, kész átverés show. A semmiből nem lesz valami. Hát azért ne bolonduljatok meg. Ilyen a dobjátok ki a kukába. Tudjátok, kuka, 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 kuka. Nem kell mindent elhinned, amit, az ő, amit hazudnak neked. Jó, és bemutatja, hogy ilyen reklám, olyan reklám, olyan fehér, megmossa a fogát, hónaptól fehér. Te a legnagyobb fogfehérítő vizét megveszed, moshatod vele, nem fehéredik, csak a reklámba. De a reklámba ott a photoshop a jó megcsinálják, hogy nagyon. Ami túl szép, az már hazugság sokszor. Ú, vedd meg most ezt, most ezt negyed áron odadom neked. Persze, mert lopott termék. Persze, hogy odaadod csak nem az én házamba fog bekerülni a te lopott terméket. És egy fontos, felbéreltek ellenük tanácsosokat is. Tehát amikor vezetőket, bizonyos pozícióban levő vezetőket lefizettek azért, hogy ellenük dolgozzanak. És én föl kell készülni arra, hogy amikor az ellenség dolgozik, akkor próbál meg ellehetetleníteni, hogy a munkáról levegye a kezedet, megfélemlítsen. Azt hiszitek, hogy engemet nem akar megfélemlíteni, egy Kriszpásztort nem akarja megfélemlíteni? Azt hiszitek? Tégedet ne akarja megfélemlíteni? Hogy én tudom, hogy hol van a gyenge pontod, majd én azt kihasználom. Csak nehogy menjél előre. Tudom, hogy hol van a gyenge pontod az életedbe, a házasságodban, a testedbe. És ha menni akarsz tovább, majd akkor én le foglak téged járatni. És az ördög hazudik, és nekünk a hazugságok ellenére, amit mondanak, és a bátor tanítás ellenére bátorságot veszel ma, és be fogod tölteni az elhívásodat. Amen. Kelljünk fel, és fogunk imádkozni. Ó, a mandogore malakandaraba, Szeretlek benneteket, kedveseim, és most az úr kedves jelenléte itt van. Ne, el ne felejtsétek a Dávid sátorát, így van, a lapot, amit a feleségem rajzolt föl most fe, megfelelvenítjük, és mindenütt fog tovább folytatódni az építkezés. Amen. Minden egyes ember be kell állítani a tíz perces imákba. Amen. A gyülekezet tagjainkat is, konkrét imákkal. Amen. Mindenütt fel kell, hogy felműködjenek az imádó oltárok. Mindenütt fognak működni a közbenjárás. Mindenütt fognak működni az ajtó. Fel fognak állni a, 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 minden ember a maga helyére. Amen. Ti is ott lesztek. És ezért kell, hogy szellemi tekintély alatt legyetek. Mindenki és védelem alatt hogy most teszünk egy megvallást. Mondjátok, Uram, köszönöm neked, hogy felépíted a Dávid leomlott sátorát az utolsó időkbe, és a pogányok többi része megtalálja az Urat. És Jézus nevében én benne akarok lenni ebbe a folyóba, ebbe az apostoli folyóba, és építőmunkásod vagyok. A Jézus nevében és köszönöm, Uram, hogy az ellankadt kezeket megerősíthetem az én kezeimet is, és az én testvéreim kezét is a Jézus nevében. És nem fogok félni, nem fogok elbátortalanodni, és nem hagyom abba az Úrnak a szolgálatát, mert az én testem az Isten temploma, én pedig élő kű vagyok ebbe a templomba, és dolgozni fogok és építkezek, én magam is épülök, és másokat is építek föl. Az Úr Jézus nevében. És köszönöm neked, hogy ahol van látás, jön az ellátás. Anyagi, szellemi, lelki, és emberi forrás is. A Jézus Krisztus nevében. És én áldott vagyok. Mert ebbe a folyóból lehetek. És köszönöm neked, Uram, hogy beplántáltál a te házadba. És virágozhatok, és gyümölcsöt fogok teremni a te dicsőségedre. Mint új teremtés Krisztusba, és megfizetem az árat. És nem teszem le a munkát, nem hagyom abba, nem fordulok meg, hanem szélegyenest megyek az én elhívásomba, a Jézus nevében. És nem halok meg, hanem élek. Hanem élek, hanem élek, és hirdetem az Úr hatalmas cselekedeteit. Amen! Amen. Halleluja! Tapsoljuk meg az urat! Ha ima kérésetek vagy, küldötök be, akkor konkrét ima kérés legyen. Jó? Ne azt mondja, hogy uram, hogy a pásztor imádkoz, meg legyek áldva. Te már meg vagy áldva minden mennyei áldása Krisztusban, ha keresztény vagy. Tehát már nem kell áldottá imádkozni téged, mert áldott vagy. Tehát vannak dolgok, amiért nem kell külön imádkozni. De ha van egy konkrét dolog, konkrét imakérés, akkor veled együtt meg tudunk egyezni abba, hogy ezért az imakérésért imádkozunk. Amen? Nem azt szerint, hogy csak mi imádkozunk, és te nem. Jó, ez egy fontos dolog. Mert sokan azt szeretnék, hogy imádkozzunk, vagy szeretnének online tagok lenni, de nem akarnak gyülekezetbe járni. És közben Miskolcon laknak. Ha Miskolci vagy, akkor gyere a Miskolci gyülekezetbe, különben nem pásztorolunk online. Ez egy fontos dolog. Már többen itt vannak, akik online tagok bejelentkeztek. De ez egy fontos dolog hogy azokat tudunk pásztorolni, akik nem tudnak elmenni, vagy azokat pásztoroljuk, akik, akik nem tudnak elmenni a, a, gyülekezetbe. De fontos, ha el tudsz menni a gyülekezetbe, Isten azért adta a gyülekezetet, hogy élőbb ott legyél Isten népével, és élőbe tudjunk segíteni. Nem lehet online szeretni. Kell hozzá egy ölelés. Igaz? Online lehet sok mindent megcsinálni, oktatni, bátorítani, stb. De más, hogy ott vagy az úr jelenlétében. A családba. Nem lehet online szülni. A gyereket meg kell szülni, igaz? Nem lehet online óvodába já, óvodába járatni valakit, igaz? Mert hát kell tanítani őket, meg tiszt, nem lehet online tisztába tenni valakit. Lelki gondozni lehet, pásztorolni sok mindent lehet, de a szeretetet, a fizikális egy ölelés nem tudsz online-nál. Mondjuk én tudok. Én megszoktam ölelni az embereket online, és átmegy az erő. Persze nem olyan, mint igaziba. Más az igazi. És más, amikor itt vagy, és együtt vagyunk az úrházában. És szeretlek benneteket. És hálás vagyok, értetek. Minden jót, oké. És most az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Mondom neked csont, hogy álljál a helyedre, mindegyik csont a maga helyére, Revli Johna Maglais, Szekát, és mondom neked halásszelleme szelleme és pokol szelleme a Jézus Krisztus nevében. Elhagyod ezeket a drága embereket, és a gyülekezet többi tagjait is, revle félelem is, depresszió is, leke, síra, mana, A szívüket is, így van, Leb a rák szelleme is, az Úr Jézus Krisztus nevében. Minden áttét. Reblen, legyen meg megátkozom ezeket, ezeket, az áttéteket az Úr Jézus nevében, és a mögöttük levő szellemet is. A Jézus Krisztus nevében, Leb Daglei Malassa. És szólok neked, szív koszorúért, szív billentyű is, Leb Jana Malassa. Szólok, így van, Leb a hasnyálméri is. Jól fogsz működni, így van, Leb a vérképző szervek is. Kezdjetek el, így van, termelni, így van van csontvelő is. Működjél, la branda kanjoni, még lajszere mellá. Jekelába, hogyha látom valakinek a, 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 az agyalapi mirigyét gyógyítja most az úr. Reble dramana do pekreit és szakana mola dzsonama. reble dzsone manda kanta rado dzsone mag lajszere. Zsure meg lájna magja namo dogre és szerevele. Van akinek a csecsemő mirigy a jó. Köszönöm ura. Reble dzsone mag lajszere. Pajzs Látom több mirigyet, ahogy gyógyul meg. Reble dzsone mag lajszere, meg, mirigyet, meg. mirigyek is. Így van, van akinek a sejtjei, a, a, csont, a, nem, ö, ö, a csont rák gyógyul. Van akinek most a bőr rákja gyógyul. Az Úr Jézus Kisztus nevében rabá, is kreisziriszta. Van akinek a fejbőrét gyógyítja most az Úr. Reble proki tékerélé szirélé szerezze. Van akinek az ötös csigolyáját gyógyítja most az Úr. Az ötös. Reble gyanem de dekreiteri Szikraba, pádre lesz szerevelá szerezze. Serem a hátadat. Megáldom most a hátarat és a nyakcsigolyáidat is. Így van le a gerincednek a közepét is. Az Úr Jézus Krisztus nem az ideg pályákat is. Működjetek normálisan ideg pályá. Karla genema, minden, amit elnyomott, minden ideg száll, van nyomva. Az Úr Jézus Krisztus a lábaidba is. Fog így van, meg megerősítem a lábaidat, megerősítem az izületeidet is. Így van, a csontjaidat is. azt mondja az Úr Bata Kada Barla jana. így van, és lesz erőd, És minden elernyet kéznek, elernyet léleknek és szívnek minden megfélemlített szívnek és léleknek szólok most. Az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy nem félsz. Rabla Ganna, most mondom, félelem szelleme az Úr Jézus nevében. Legyél most megdorgálva. Elengeded őket, az éjszakáikat is, a nappaljaikat is. Így van, nem halnak meg, hanem élnek. Ki hirdetem az életetekben az élet szellemét. Ki az Úrnak az áldását. Így van, is a kegyelmét. Így van, amit az ördög elrabolsz, Kárpótlás, amen. Jön vissza, hétszeres, tízszeres, van akinek százszoros látok. Az Úr Jézus nevén köszönöm neked ezt, Uram, reglá, barla, gyanam, a családodban is, a gyermekeid életében, és minden, amit megrabolt, a kapcsolataidban is. Így van, is, nem fogsz félni előre menni. Így van, lebb, gyanom, és házak, házak lesznek. Így van, lebb, autók lesznek. Uram, köszönöm neked. Így van, van akinek látom új bútorzata. Ó, rabba, kassanna, lesz. Van, egy új hangszert kap az elkövetkezendő időben. Köszönöm neked, Uram, labranda, lighter vagy, gyanom, még a teheneit fajzása is áldott lesz. Így van, köszönöm neked, Labdjanama Lajszak Rama, Sékár Rama az Úr Jézus Krisztusnak a neve. Megáldalak, megáldalak benneteket. Revlet Janama, méheteket is, így van labdjanama magotokat is, így van a gyümölcsöket is, így van az Úr Jézus nevében. Áldott a -e te méhetnek a gyümölcse, áldott a -e te magot. Revlet Janama, Lajszak Van, aki az elkövetkező hónapban kap egy tá az Istentől van rendelt társat. Már régóta váltál rá. Hmm. Az Úr azt mondja, én most elhoztam az idejét, és megnyílik a szemed, és látni fogsz. Így van, köszönöm neked. A sok kudarc és csalódás után is előkészíti az Úr a szíveket is. Látom, többeknek a szívét most készítette, és készíti elő. De nem éhes disznó makkal álmodik. Nem erről beszélek, hogy most valakit rámutatsz, és ő lesz. Isten fogja ezt odahozni elejét. Jó, így készülj fel. Amen. Az Úrnak az időzítés, az pontos időzítés. Köszönöm neked, Uram, és megáldom az én testvéreimet az Úr Jézus nevében, ti, akik itt vagytok az úr házába, és ti, akik ott vagytok a képernyők előtt. Az Úr Jézus Jézus hatalmas nevében. Lata Rano Most a térde, ó, van akinek most a térde gyógyul meg. A bokád is. Ó, Lord, de Raka Nomo Az Úr Jézus hatalmas nevében. Van akinek megtámadta a torkát. Ó, Lord, de Biklais és a tüdejét. Így van, az Úr Jézus Krisztus nevében mondom neked, minden gyulladás az Jézus Krisztus nevében elhagyja a szervezetüket, a gyomrukat is, az emésztésüket is az Úr Jézus nevében. Rablak, van akinek görcsöt a méhe az Úr Jézus nevében most. Ez is elengeded az Úr Jézus nevében. Normális lesz, és egészséges, és békessége minden testrészükben, Uram. A te dicsőséges nevedre, Uram. A meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Így van lábam, a vérnyomásod is, ó, rabak, leideressz, és a női szerveid is jó fognak működni. Uram, most a te nevedben, a Jézus Krisztusnak a nevében megáldom őket. És a te tested az Isten temploma. És aki megrontja az Isten templomát, megrontja az az Isten, mert Isten temploma szent. Ez vagy te. Uram, köszönöm a te erődet. Az Istennek az ereje, ami kimegy és most megelevinítél a te testedet, a te lelkedet, és a te csontjaidat, az éjszakáidat is. Az Úr Jézus nevében. És nem fogsz félni, hanem békességgel fekszel le. És legott És az Úr ad neked nyugodalmat. Az Úr Jézus nevében. És most megáldalak benneteket, és akik még nem tértetek meg, és szeretnétek újjászületni a mai napon, és szeretnétek elfogadni Jézus, mint megváltót, és úgy vagytok a képernyők előtt, és itt is most el fogom mondani egy imádságot. Ez egy befogadó ima, és ha komolyan veszed, akkor úgy is komolyan veszi. Hmm. Mondjátok, Úr Jézus Krisztus, én elfogadlak téged, az én megváltómnak, az én Uramnak, és az én Királyomnak. És köszönöm, hogy meghaltál helyettem a Golgotai kereszten. Meghaltál az én bűneimért, és Isten feltámasztott az én megigazulásomért. És elfogadlak az én megváltómnak, és Uramnak vallak meg az én életem fölött. Köszönöm, hogy megbocsájtottad az én bűneimet, és meggyógyított minden betegségemet a Jézus nevében. Átveszem a megigazultságot, a bűnbocsánatot és az egészséget az én életembe. És sátán elengeder az életemet, a családomat is, a gyermekeimet is, a Jézus Kisztus nevében, mert én és az én házam népe az Urat fogjuk szolgálni. Amen! Amen, amen. És ezzel áldalak meg benneteket, és az örök élet ajándéka, ami a tiéd. Ebbe menjél előre, és ha szeretnél csatlakozni a gyülekezethez, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, és regisztrálj az a gyülekezet online gyülekezetbe is, és mi felveszünk veletek a kapcsolatot. Az úr megbeneteket. meg benneteket. További áldás, és találkozunk jövő héten, szombaton és vasárnap. Amen. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárdi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk onlinekukacújszövetség.hu